Történetének harmadik legjobb bajnoki szereplésével ötödik lett a labdarúgó NB1-ben a szombathelyi haladás. Egyetlen ponttal maradva le a nemzetközi szereplésről. Kapus legendájuk Király Gábor, természetesen ott van a válogatottban. Új 9000-es stadionjuk egy év múlva készen. mészőgéz Géza, tréner, értékelő a vendégünk. Jó reggelt kívánok, szervusz Géza. Jó reggelt kívánok. Na de a legelső kérdés minden nemű hali érdeklődés előtt. Édesapád, hogy van? Jól van, köszönöm szépen. Remélhetőleg már akár pénteken már, már kint lehet a, a válogatott mérkőzésén. Volt egy kis szív probléma, és a János kórházban nagyszerű kezek között van, és remélhetőleg ma is lesznek olyan vizsgálatok, ami, ami megengedi majd, hogy hogy a héten már ki tud, ki tud jönni majd a kormány. Nincs nagyobb baj, ott lesz az elefántcsontpart nem mérkőzés. Nagyon Aha. bízom benne. Így hát így legyen. legyen. Nálatok szombathelyen megtörtént a szezon értékelése. A te munkádat hogyan értékelte a tulajdonosi kör? pozitívan hál' istennek, úgy értékelték, hogy ez a szezon ez, ez erről felül teljesített a, a csapat nagyon jó kezdéssel és egy nagyszerű zárással, egy jó véghajrával. Igaz, hogy lecsúsztunk erről a nemzetközi porondról, de mivel egy, egy hosszú távú tervet készítettünk, amikor én elkezdtem a munkát akkor ö, talán lehet, hogy ez a, ez a bizonyos ö, következő lépcsőfok, hogyha nem marad ki, ez nem, nem tragédia. Persze, hogy örültünk volna nagyon, és örömmel váltok volna a nemzetközi megméretetést. Mégis azt gondoljuk, hogy lehet, hogy lépésről lépésre haladni, ö, hatékonyabb tud lenni majd a, a Na, Minek utána eredetileg a biztos bentmaradás volt a cél a tavalyi nehéz hajrá után. Te mikor érezted azt meg, mikor láttad úgy, hogy ennél lényegesen több van a csapatban? Főleg az elején úgy nézi az ember a sorsolást, és akkor nagyon-nagyon nehéznek tűnt éppen, ezért leredukáltuk, és mindig mi is a következő meccsre próbáltunk figyelni. Ugye a Ferencváros ellen kezdtünk, hazai pályán ott nem sikerült pontot szerezni, és utána pedig idegenben jöttek a, a fontos eredmények, akár éppen a Videóton ellen, vagy a Debrecen ellen, és aztán otthon a Paksot sikerült megverni, és ezek a győzelmek még erőt is hitet adtak a társaságnak, és elkezdtünk abban hinni, hogy igenis itt van keresni valónk az első osztályban. És aztán persze hogy nagyon fontos volt, hogy a most a tavaszra való felkészülés során tényleg jól felkészüljünk, és erre a vezetői minden lehetőséget biztosítottak, és emiatt is érzésem szerint, mert az, aki csapathoz jó kezdi a bajnokságot és jó fejezi be, akkor azért ott valami ott rendben volt. Nézzük meg a siker összetevőit sokan, azt gondolom, nyilván te is közéig tartozó vezetőedzőként, Király Gábort mindenképpen az egyik alapnak nevezik. Király Gábor hazatért, és éppen Kemlen Szabolcsal beszélgettünk itt valamelyik nap arról, hogy nála nem számít az láthatóan, hogy hány néző előtt, hogy milyen bajnokságban játszik a profi az profi, és ez rá százszorosan igaz, mert egyszerűen húzó ember volt itt a Magyar NBA-ben is. Hány, hány pontot köszönhetek király Gábornak? Nagyon sokat nem is lehet itt talán pontokban annyira felmérni, hogy, hogy mit jelentett nekünk király Gábor. És valóban így van, hogy talán a profizmus az, ami, ami a, a, jövő szempontjából is fontos, hogy a fiatal játékosaink tanulhatnak tőle, amikor ő belép az öltözőben, hogy az a fajta koncentráció. És persze, hogy ő is mosolyog, és valamikor poénkodik, és ő is vicces, de amikor a munkára kell koncentrálni, akkor hihetetlen oda tud figyelni. a haladás kapuját nem levezetésnek tekinti láthatóan. Abszolút nem. Tehát abszolút szívügye a klub, és szívügye a csapat minden rezdülésével azzal van, hogy, hogy hogy tudja még jobban. És ebben a három éves tervben például ő is nagyon benne van, hogy ő is segíti a külföldi profi karrierjében, hogy ő ott mit látott. Tehát egy nagyon-nagyon összefogás van, és az ő tekintetében is hihetetlen jó személyiség ő, és ebben segít. Ebben a három éves tervben neki nyilván sokrétű feladata van, de a három éves terv úgy számol, hogy mind ebben a három éven ő fog a kapuban állni? Én bízom benne, hogy igen, abszolút így gondolkodunk. És amilyen jó állapotban van, persze, hogy most tudjuk, hogy van egy Európa bajnokság, de de nagyon ön, ön hiszük azt igen, hogy ő azért sokáig még ő lesz a, a haladás kapusa. Aztán nézzük, egy helyi kötődésű legendáról van szó a kapus esetében, de hogy sikerültek általában az igazolások? Erre a keret kialakításra, hiszen még télen is változott a keret, az is kérdés, hogy Goszonyit hogyan sikerült pótolni. Szóval összegészében hogyan láttad a keretet? Igen, ugye a négy mérkőzés után, amikor bemaradtunk, uh, akkor éreztük, hogy minden csapatrészben uh, meg kell erősíteni a csapatot, és erre volt is lehetőségünk. Uh, érzésem szerint a, a Wills testvérek is igazi profi mentalitást hoztak a belga futballból, és ez is nagyon segítette a csapatot. Ha még a mérkőzéseken nem is ők voltak minden esetben a, a kiemelkedő teljesítményükkel a vezér emberek, de mégis az öltözőben, különösen ugyan a rutinjánál fogva, uh, Steph Wills, aki 32 éves, és nagyon-nagyon jól ö, megértették egymást ö, Király Gabival. Úgyhogy az alapot hátul azért biztosítva volt. Előre való ö, igazolásaink annyira nem sikerültek, talán mondhatni így, ö, akár éppen Gosztonyi Andris ö, nem sikerült neki annyira, és ezért örömteli, hogy végül is egy, egy jobb bajnokságban tudott ö, elhelyezkedni. Úgyhogy ö, ott abszolút éreztük, hogy a támadó szekcióban ott azért mindenképpen kell erősítés. Télen, amikor is David Williams került a csapathoz, akkor egy fontos láncszeme volt tavasszal a, a Dave Williams. Bocsánat, ott, ott a teszemednek fontos szerepe volt, mert ugye őt videó láttad. Abszolút. Nehéz az alapján róla. kellett megítélni, hogy Igen, hogy Egy olyan be, mentalitást láttam meg benne, ami. ami ki is jött és nagyon-nagyon hasznos csapattag volt. Igaz, hogy a két gólya az, az nem olyan túl sok, de, de mégis egy fontos lánceme volt, mint ahogy Kovács Lóránt is, aki szintén 12 mérkőzést tudott játszani a tavasszal, és nagyon gyorsan beilleszkedett, és fontos lánceme volt ő is a csapatnak. Mivel magyarázod azt magadnak, magatoknak, hogy az a kevés, az a kicsike, mi volt az a kicsike, ami hiányzott, hogy meglegyen az Európa Ligás szereplés? Nem is így fogtuk meg, mi ez a kicsike, mi volt az a nagyon-nagyon jó, amivel ilyen jól tudtunk szerepelni. Ott persze a végén volt annyira kézelfogható előhetőségben ez a nemzetközi poronda, amivel szerettük volna, persze, hogyha beesik az ölünkbe, akkor gyerünk, akkor, akkor igenis csináljuk meg, de de abszolút nem voltunk. Utána már a lefújás után már egy-két órával már már azon gondolkodtunk, hogy, hogy hogy lehet a következő szezonban is egy hasonlóan jó szereplést végigvinni, úgyhogy abszolút nem, nem bánkodtunk, és ahogy az elején mondtam, hogy ez a lépcsőfokot nem szabad kihagyni, és tovább kell dolgozni, mert a következő bajnokság is nagyon kemény lesz. Ha megnézed ezt a bajnokságot, megnézted ezeket a játékos kereteket, a lehetőségeit a kluboknak, akkor egyértelműen erőn felülnek nevezhető az ötödik hely, igaz? Én azt hiszem, hogy igen, hogy minden, minden tekintetben egy nagyon jó szezon zárt. Hát, nem kezdődik el a mérkőzés, csak papíron, meg statisztikák alapján hasonlítottad össze a klubokat, a lehetőségeket és a játékos kereteket, akkor hova tetted volna a haladást? Hát, tudjuk, hogy akkor azért nem a, nem a legelőkelőbb pozíciókban vagyunk, de, de éppen ez a szezon talán adott nekünk is, és az ellenfeleinknek is egy, egyfajta respektet, és ebből tudunk táplálkozni még ebből a bajnokságból, mert nagyon sok hasznos tapasztalatot sikerült szereznünk. A stadion hiánya az rontotta a teljesítményeteken, az került -e néha pontokba. Végül is kényszerültetek Sopronba, már hát persze az is fontos, hogy mennyire kísérik el az embert a szurkolók. Igen, én azt hiszem, hogy a szurkolóink azért ott voltak. Ugye sokszor volt ebben a, a ilyen szerda-szombat-szerda ritmus, ami kétszer is játszottunk otthon szerdán és meg szombaton is, és ennek ellenére azért a nézőszámmal azt hiszem, hogy nem szégyenkezhetünk, de nagyon fontos, hogy mi is próbáljuk ezt emelni, ezt a, ezt a nézőszámot, és én bízom is benne, hogy a, a szombathelyi drukkerek ott lesznek velünk uh, Sopronban is. És hogy nem éreztük ezt annyira uh, negatívumnak, az eredmények is azért ezt, ezt mutatják, hogy csak a Ferencváros ellen uh, volt uh, vereség, és a többi mérkőzésen pozitívan jöttünk ki, hamar nagyon-nagyon uh, jól fogadtak bennünket a, a Soproniak, a Soproni vezetés, nagyon jó gyepszőnyeggel, és egy jó akusztikája van ennek a stadionnak, és már egy 2000 ember is már nagyon jó hangulatot tud teremteni, ennek éreztük a pozitív oldalát is. De nagyon nem bízom benne, hogy a következő szezonban még ebben is jobbak tudunk majd lenni. Ha jól érzékeltem, a bajnokság hajdára, elfogytak a kezdőből a fiatalok. Lehet azt mondani, hogy szükség volt a, a rutinra, vagy egyszerűen az idősebbek jobban teljesítettek ez, ez a valóságnál valóságat. Igen, nagyon volt nem is annyira feltétlenül a végén, hanem inkább ott a, a, a hét mérkőzéssel a vége előtt ott voltak picit elfogyásaink, akár eltiltások, illetve sérülések. És aztán utána a végére nagyon-nagyon összeállt a csapat, és érezték a srácok, hogy ebben a bajnokságban, amit nagyon jól sikerült kezdeni, itt érdemes a végére odafigyelni, hogy hogy erről így beszéljenek, hogy minden idők legjobb második, harmadik teljesítménye a, a, a csapattól. Úgyhogy éppen ezért ezt nagyon átérezték az idősebbek vezetésével, de azért a fiatal játékosok is abszolút tudtak teljesíteni még ebben az időszakban is. Ezek után, ez a bizonyos három éves terv a következő évnek, milyen célkitűzésekkel szeretnél te nekivágni, mit terjesztettél a vezetők elé? Hát továbbra is azt, hogy, hogy egy nagyon markáns, stabil csapat legyen a, a, haladás, és, és olyan, olyan meccseket tudjunk játszani, amely az utolsó pillanatokig mindig küzd azért, hogy, hogy megnyeri a mérkőzést. És azt hiszem, hogy ebben a bajnokságban tényleg érdemes volt akár éppen Sopronba is ellátogatni, mindig volt valami izgalom a mérkőzéseinken, ami ami látványos volt és érdekes volt. Persze, hogy nagyon sokszor kellett a, a közönség is hozzá, hogy ezt kihozza úgymond a, a csapatból. Úgyhogy én bízom benne, hogy ahogy mondtam az előbb, hogy egy nehéz bajnokság, főleg így itt a változások miatt, hogy több csapatnak is meg kell a, a fiataljait majd még jobban próbálni és bevetni. Úgyhogy egy új csapatépítésre van valamennyire ö, szükség, akár éppen az új játékosok jövetelével, illetve nagyon sok fiatal játékos fog a keretbe bekerülni. Fiatal játékosok erő, bekerülése, tehát ez lesz egy, egy trend ezek szerint, de emellett akkor nézzük, hogy milyen em, nehezen pótolható vagy fájdalmas távozások lesznek itt. Mi a helyzet például a német Márióval? Em, lehet azt mondani, hogy mindig elveszítetek, vagy lehet -e azt mondani, hogy mindig elveszítetek egy-két tehetséget, az ő külföldi szerződése megvalósul. -e. Hál' Istennek, olyan jó szezont nyújtott német Mário, amivel ö, nagy érdeklődést hát, volt a két másod magával. És már akár a hazai ö, Kluboknál is fölmerült, én úgy tudom, egy-két egy, helyen a, a neve, és külföldön is, úgyhogy hát nem lesz egyszerű, mert, de én azt hiszem, hogy ha ez létrejönne, ez az üzlet, akkor a, a klub örömmel, hogy ismét beállhat abba a sorba, amit éppen Kovács Istvánék, vagy éppen Radó Andrisék folytatódalagosan, német Mário is beállhat ebbe a sorba, büszke lehet arra a klub, hogy ismét kinevelt egy ilyen, ilyen tehetséges játékost. Tehát akkor valószínűleg könnyen lehet, hogy őt de ki az, aki mindenképpen, illetve milyen poszton szeretnél látni komoly kulcsjátékos jövőre a keretben? Milyen támadó poszton szeretnénk igazolni egy befejező támadót, és még esetleg még egy szélső, illetve a vég mögötti pozícióba, úgyhogy ebben a négy poszton szeretnénk olyan minőségi játékost igazolni, aki tényleg minőséget jelent, és a korábbi klubjában meghatározó akár gólok tekintetében, akár a játéket tekintve is kiemelkedő volt. Úgyhogy ezen dolgozunk, és remélhetőleg itt egy tíz napon belül ez már realizálni is fog. A hova addig is minden esetre egy kis szuszanás, még jó pihenést is a rövidesen kezdődő felkészülési. Köszönöm szépen, Géza, hogy itt volt. Én is köszönöm a meghívást.